Forgács Gáborral kezdünk, folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és már a zene alatt mondtad rögtön, hogy egy pici kiegészítésre szorul a mondandóm itt a Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatban, hogy nem vagy a tagja, vagy nem vagy a doktora, vagy hogy van ez? A Magyar Tudományos Akadémiának először is köszönöm a meghívást. Hát én vagyok a legboldogabb, hogy itt vagy. És a Magyar Tudományos Akadémiának a nagy doktora vagyok, de nem jutottam el a magáig az akadémikusságig. Pontosabban majdnem eljutottam kétszer, de mind a kétszer, amikor fel lettem terjesztve, akkor a Tudományos Akadémiának van olyan, hogy matematika és fizika csoportja, és ott szavazni kell, hogy az illetőt azt tovább engedik, és ha tovább engedik, megszavazzák, akkor akadémikus lesz általában. És akkor ráadásul én külső tagként kerültem volna oda, mert hát nem élek Magyarországon. De hát... Nem szavazták meg? Nem. A másodszor az úgy volt, az nagyon érdekes volt, hogy akkor 25 embernek kellett szavaznia, és az egyik kollégám, aki bizonyára nem szavazott volna, neki el kellett menni, mert nem tudom én, tovább tartott a tárgyalás, mint kellett volna, és el kellett menjen a gyerekért az óvodába, és így 24-en szavaztak, és 12-12 lett, és a döntetlen az nem jó. Így aztán nem kerültem be. Hát mondjuk ne részletezzük, mert ez mondjuk egy kicsit fájó pont, de hát az ember azt mondja, hogy ez van. De miért fájó pont? Hiszen te New Yorkban élsz, ott dolgozol. Neked talán az lenne a célod, hogy a New Yorki Tudományos Akadémia tagja legyél, ha éppen nem vagy. Hát az Amerikai Innovátorok Akadémiának van egy ilyen National Academy of Innovators, annak tagja vagyok. Ami mondjuk az én szempontomból ma már, majdhogy nem azt mondanám, hogy még fontosabb, mint az, hogy az Amerikai Nemzeti Akadémiának legyek a tagja, persze jó lenne, ha az lennék, de hát azért nem vagyok, viszont ennek az akadémiának tagja vagyok, és mivel az elmúlt, azt mondanám, hogy életem most már közel 20 éve az innovációval és cégek alapításával foglalkozik, úgyhogy ez nekem nagy megtiszteltetés, hogy annak az akadémiának vagyok a tagja. Ennyi az akadémiáról. Jó van, menjünk tovább. Amit most ki is mondtad itt a bűvőszót, ami nekem úgy érdekes, hogy üzleti vállalkozásaid vannak. Én téged úgy gondoltalak, mint egy tudós embert, egy fizikust, egy biokémikust, és valahogy a tudomány az én fejemben a üzlettel nem igazán áll össze. Aztán persze utána olvastam, hogy mi mindennel foglalkozol, ez a sejtenyésztés, amihez sok-sok pénz kell, milliók, dollár, milliók kellenek, tőzsdére vittétek a cégedet. Valahogy a kettő, hogy tudod összeegyeztetni, hogy üzletember is vagy, meg tudós hát is? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert... Erre szoktam mondani, remélem a válasz is jó lesz. Hát megpróbálom. Meg persze, vicceltem. Én 25 évig egyetemen tanítottam az USA-ban, és persze az egyetemi életnek megvannak a szépsége és a nehézsége is. És akkor is persze tudósnak gondoltam magam, és most is annak gondolom magam. Én nem vagyok üzletember, én beletanultam valamennyire, de soha nem fogom azt állítani, hogy én üzletember vagyok. Én olyan emberekkel dolgozom együtt, akik ehhez sokkal jobban értenek. Ráadásul azok, akik a egyetemen dolgoznak, tanítanak, azok valamennyire, hát ma már talán nem, de a mi időnkben úgy lenéztük egy kicsit azokat, akik bizniszsel foglalkoznak. Most van nekem egy fiam, András, aki business school-t végzett, és azt tudta, hogy én úgy játszadoztam azzal a gondolattal, hogy egyszer valamiféle céget kellene alapítani, úgy, mint mondjuk levestároló cég. De valamilyen oknál fogva ez volt a veszőparipám, hogy ilyen síterepeken, ahol hidegbe befejezed a síelést a nap végén, akkor elmész, és akkor egy ilyen szubkicsinszerű valamit fogsz enni. Na mindegy, hát csak ez ilyen anekdóta-szerűen jön elő. Viszont 2000-es évek elején mi belekezdtünk valamibe, ami akkor hát úttörő jellegű volt, ez volt az úgynevezett háromdimenziós bioprintelés, és az adott technológiát, az egyik technológiát, mert azért ennek több válfaja van, azt mi fejlesztettük ki, és ez annyira bejött, hogy a fiam azt mondta, hogy
te apa, azt mondja, még mielőtt elpatkolsz, hát mi lenne, hogyha ebből csinálnál egy céget? Hát mondom, figyelj, én nem fogok céget csinálni, de ha te úgy gondolod, hogy ebben van fantázia, és te ezt meg tudod szervezni, akkor ám legyen. És akkor összeálltam három fiatallal, az egyik volt a fiam, a másik kettő is inkább a bizniszben volt, mint nem. No, az egyik az egy nagy gyógyszergyárnál dolgozott, és akkor összeálltunk, és megcsináltuk 2007-ben ez az úgynevezett Organovo nevű céget, amelyik... És ez az, ami ezt sem nagyon értem, csak olvastam róla, ami emberi szerveknek a háromdimenziós nyomtatásával foglalkozik? Hát valami igen, ilyesmi? Valami ilyesmi, igen. Hát persze, amikor kezdődött az egész, baromi lelkesek voltunk, ez volt az első ilyen cég, a világban, és akkor mondtuk, hogy hát persze, majd mi szívet, tüdőt, májat fogunk printelni. Na, de hát ez aztán, mire jó egyébként? Na, mindjárt elmondom. Tehát nyilvánvalóan ez egy naivitás, és vannak, akik azt hiszik, hogy majd ezt fogják csinálni, meg ezt is hirdetik, mert ez a csinadratta, ez mindenhova kell. Hát ráadásul utánatok nagyon sok cég jött el erre létre. Így van. Tehát ebből megmondom, hogy mi lesz, és mi van. Tehát az, hogy mi egy olyan szívet vagy májat, amit mi hordozunk a szervezetünkben, fogunk nyomtatni, hát lehet, hogy valamikor sor kerül rá, de ez azért ott messze-messze a távolban van. Viszont amit az Organovo csinált, és aminek tényleg létjogosultsága van, sok minden van, de elsősorban az, hogy ugye a gyógyszergyárak ma úgy fejlesztik, kísérletezik ki a gyógyszereiket, hogy valamiféle vegyületet összehoznak, ez is ma már automatizálva van, de sok vegyületet hoznak létre, és azt ki kell próbálni, hogy most melyik döglenek meg a májsejtek. És akkor általában egy ilyen kétdimenziós petricsészeszerű valamibe, nagy volumenbe, de kipróbálják ezeket a vegyületeket, hogy rápöttyentik a májsejtekre. Na hát ez minden, csak nem a máj. És minden, csak nem az élő szervezet. És akkor az Organovónak az volt az első bizniszmodellje, hogy mi olyan háromdimenziós struktúrákat fogunk nyomtatni, amelyek ugye nem kész szervek, de egy májszövet. Egy fiziológiaian ugyanúgy működő szövet darabka, mint ami a májban van. És akkor ahelyett, hogy a kétdimenziós petricsészébe belöttyentenénk ezeket a vegyületeket, akkor ezt próbáljuk ki egy ilyen háromdimenziós, sokkal inkább fiziológiaian releváns szerkezeten. És hát ez nagyon bejött, és ez az egyike azoknak a megoldásoknak, lehetőségeknek, amit bioprinteléssel valószínűleg meg lehet célozni. De akkor ez bejött ezek ez szerint? Ez bejött. Hát akkor mi nem jött be? Hát ami nem jött be, az, hogy ez a ma is talán azt várják egyesek, hogy hát majd kétszerveket fogunk nyomtatni. Tehát amikor ezzel a gondolattal megbékélsz, hogy egy úgynevezett minimálisan életképes terméket, minimally viable product, ugye ezt így mondják, most beszél ugye a meglett bizniszen, ilyen csalafinta kifejezéseket tudok, akkor ez egy lehetőség volt. És egy picit tovább menve, tehát mondjuk csinálsz egy egészséges, kvázi adekvát máj szövetet, az rendben van, azon kipróbálod a vegyületet, és hogyha megdöglik ez az egész, akkor nyilvánvalóan az a vegyület nem jó, de ennél egy még okosabb dolgot csinált az Organovo, úgynevezett betegségmodell. Tehát te egy állaton is kikísérletezhetsz dolgokat, de jobb, hogyha... Jobb, emberen kísérletezett. Hát nem. A menete egyébként is az, hogy először petricsésze, utána állat, tehát szeretnénk az állatokat nem bevonni ebbe a mondjuk etikailag egy kicsit kritikus tevékenységbe, de a helyzet az, hogy még hogyha egészséges állaton kísérletezel is, olyan állatot nem tudsz csinálni, amelyik már eleve az adott betegségben szenved. Tehát az biztos, hogy nem lenne morálisan elfogadható. Viszont én tudok csinálni olyan szövetszerkezetet, amely a betegséget már magán viseli. És akkor azon próbálom ki azt a gyógyszert, vagy gyógyszerkandidátust, amit ennek a betegségnek az orvosolására szeretnénk kifejleszteni. Tehát ez zseniális, mert ehhez nem kell... Nekem már az zseniális, hogy te fizikusként indultál, biokémikus vagy, és hogy... Biofizikus, és akkor ezt a kettőt így össze tudtad hozni. Ez nagyon-nagyon új tudomány szerintem. Teljesen igazad van. Én elméleti fizikusként végeztem, és akkor a pályafutásomnak a korai szakaszában valóban azt is gyakoroltam.
Én nem fizikus akartam eredetileg lenni, hanem orvos. De mindegy, ez hosszú sztori. De szállottam, hogy rosszul lettél, vagy rosszul valamitől lettem, nagyon... igen, az egyik biológia órán még a gimnáziumban kikéreckedtem, és akkor azt mondtam, hogy ez nem nekem való, és akkor el szoktam mondani azt az adomát, hogy csináltam valami olyasmit, ami azért mindig ott tartott a közelben, mert elvettem egy medikát feleségül. Egy orvost, igen, egy gyerekorvos a feleségem. Gyerekorvost, igen, Szőke Márta a feleségem. És így azért valahogy mindig az orvostudománynak a közelébe tébláboltam, és aztán elvégeztem a biológia szakot. Amikor kimentünk az USA-ba, és elkezdtem dolgozni egy Clarkson University nevű egyetemen, akkor ott a tanítás mellett elvégeztem a biológia szakot, tehát nem kellett mindenre beülnöm, és nem is az volt a célom, hogy én most valami aranydiplomás akárki legyek, de elvégeztem. És akkor ez volt a 90-es éveknek a derekán. Na, ezzel akkor unikális helyzetbe kerültem, mert olyanok voltak, hogy biofizikusok, olyanok voltak, hogy fizikusok nyilvánvalóan, de a biológiának és a fizikának az összekombinálása az azért nem volt meg. És akkor ennek köszönhettem, hogy meghívtak egy nagyon nagy egyetemre, 60 ezer diákos egyetemre, ahol minden volt, ami ennek a interdisziplináris tudománynak a fejlődéséhez lehetőséget nyújtott. Tehát ahol én eredetileg voltam, ott nem volt orvosi egyetem, nem volt medical school, de ahova mentem, Missouriba, ott volt, úgyhogy én akkor onnantól kezdve együtt tudtam működni mindenkivel, és azért hívtak oda, hogy csinálják egy ilyen csoportot. De Amerikában egy jeles tudósnak számítasz már? Hát azt hiszem, hogy igen. Ez hát jó. Most ez nekem nehéz ezt így, hogy mondjam, csak jellemeznem, de hát vannak ennek objektív mérvadói, tehát az, hogy van egy olyan, hogy úgy hívják, hogy hírsindex, tehát az, hogy hány cikket publikáltál, vagy pontosabban hányan hivatkoztak a publikációidra, ez az egyik ilyen objektív mérce, amivel mérik a tudósoknak az eredményét. Hát azt hiszem, hogy mondjuk a saját területemen mindegy, ez... De ennek nagyon örülök. Ha már itt az állatokról tettünk említést, és volt egy fél mondatot, hogy ez etikátlan az állatokkal szemben, az etikátlan, hogy megesszük az állatokat? Levágjuk vágóhídi, elég brutális körülmények között, vagy úgy tartják őket, és utána a mi asztalunkra kerül, és jó ízűen megebédelünk? Hát igen, szóval valahol etikátlan, de azért ezt nem szeretném túllihegni, tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy ez abszolút elfogadhatatlan, és azt hiszem, hogy valamikor el fogunk jutni oda, hogy ezzel a gondolattal tényleg éljünk is, és a gyakorlatban is így éljünk, de azért ne felejtsük el, hogy amikor az ember elkezdett állati termékeket enni, ugye most már a fáról lejött, túl vagyunk a bogyókon, a növényi termékeken, akkor kezdett az agya hatalmasat növekedni. És ezáltal kerültünk mi oda, ahol mi vagyunk, tehát ugye egyesek szerint mi vagyunk az Isten. Szóval az, hogy... Lehet, hogy butaságot kérdezek, de majd te úgyis kiigazítasz, hogy lehet egy kategóriába venni, hogy most megeszem az állatot, és ha mondjuk elfogynak az állatok, mert iszonyatos módon szaporodik a föld, nagyon sok állathúst eszünk, akkor azt mondjuk, hogy na jó, akkor most jöjjön az ember? Hogy egy embert fogunk enni. Például. Hát ide nem fogunk eljutni egyébként. De jogilag. Hát, hogy ennek milyen jogi... Tehát az állatnak azért kevesebb joga van, mint az persze, embernek. Hát nyilvánvalóan nem tud visszapofázni, ugye, ez már ott kezdődik a dolog. Azért ez szerintem, ez egy bonyolult kérdés. Először is szerintem mi fogunk előbb kihalni, mint az állatok. Tehát tegyük azt a példát, hogy ma 2022-ben föld lakossága az, hogy körülbelül 7-8 milliárd, igen. És mondjuk 2050-re azt mondjuk, hogy leszünk 10 milliárdan, de állatból van ma 60 milliárd, és 2050-re lesz körülbelül 100 milliárd. Tehát azért... És mennyi húst mondjuk Amerikában? Hát, mennyi állatot esznek az emberek egy évben? Van erről adatod? Marhahústra, csak a marhahúsról beszélünk, mert USA-ban az a leginkább fogyasztott, abból 10 milliárd tonnát
állítanak elő az USA-ba. És akkor az USA nem feltétlenül a legnagyobb, hát ott van Brazília, egész Dél-Amerika az húst teszik, és reggelire is húst tesznek, marha húst, ma már talán nem, de hát valamikor ez volt. Úgyhogy húst teszünk, és mondom, szóval a hús jó. Tehát azért az hogy most koleszterin meg... szervezetnek a húsra? Igen, én szerintem az állati proteinre szükség van, a növényi proteinek nem tudják mindazokat az aminosavakat biztosítani, ami az állati termékekben megvan. Az állati zsír az jó is, az mondhatod azt, hogy nem egészséges. Én szerintem az van, hogy mindent, ha moderáltan eszel, és fogyasztasz, akkor annak még akár pozitív és te mennyi húst teszel mondjuk egy héten, vagy emlékszel talán gyerekkorodban, hogy az iskolában biztos otthon, nem tudom, hogy voltak a tésztanapok, a húsnapok, tehát nem ettünk minden nap húst. Nem ettünk minden nap húst, már csak azért sem, mert ugye nem is juthattunk hozzá. Tehát, hogyha te valamiféle finom marhahúst akartál enni, akkor az ment valahova külföldre. Hát én emlékszem, hogy az ember elment a henteshez, és akkor lehetett tudni azt, hogy ott van valahol az a csodálatos marhahús darabka, de az nem volt. Tehát nem tudom, hogy mikor ettem először életemben igazi sztéket. Bérszint, hát tudtam, hogy ez a szó létezik, de nem igen volt nekünk erre lehetőségünk. Hogy szóval mennyi húst teszem, mennyit? Hát az attól függ. Itt biztos, hogy többet, mint Amerikában. Mert itt ugye egyrészt az ember a barátokkal, ismerősökkel találkozik, éttermekbe megy, mert azért a magyar íz az pótolhatatlan, és az hiányzik is, és hát Magyarországon a hús az elsődleges, tehát vegetáriánusok persze léteznek mindenhol, de hát az a föld lakosságának 2%-a. Tehát azért lássuk igen, be, igen, hogy itt azért az arányokban nagy-nagy különbségek vannak, és nem kell ezt túl lihegni. Tehát persze jó, fogyasszál kevesebb húst, de az, hogy most mi bigott módon azt mondjuk, mostantól kezdve nem lesz húsfogyasztás, ez naivitás. A húsfogyasztás egyébként globálisan a világban nő, nem csökken. Mondjuk a fejlett országokban tényleg van ez a propaganda, hogy tessék kevesebb húst tenni, egyrészt azért, hogy a kevesebb állatot öljünk le, meg hát ezzel azért egy csomó minden más is együtt jár, tehát most a tehenek szellentenek, és az bizony kemény, az olyan gázokat bocsát ki, ami a metán, ami hát tudjuk, hogy nem jó. És az igaz, hogy a baromfit azt antibiotikummal kezelik, és a leginkább antibiotikummal terhelt húsrész a mellem, mert hogy a szárnya alá nyomják be, ez tényleg így hát, van? Hát, hogy hova nyomják be, pontosan én ezt nem tudom, hogy antibiotikummal kezelik, muszáj, hogy, de ez nem csak a szárnyasra vonatkozik, ez más állatokra is. De akkor tele vagyok antibiotikummal, hát, ahol is teszem? Nem tudom, hogy mennyire vagy tele, de hogy van benned, az nagyon valószínű, és akkor itt van ez az égbe kiáltó ellentmondás, hogy egyrészt beszélünk arról, hogy hát ilyen egészségesen kell élni, meg olyan egészségesen kell élni, és akkor nyomjuk be az antibiotikumot, de szinte nincs is más lehetőségünk. Tehát gondolj bele abba, hogy ott vannak ezek a szerencsétlen csirkék, egy négyzetméteren annyi, amennyi, hát ezeknek mozgási lehetőségük nincsen, ez eleve lehetőséget ad arra, hogy a legkisebb fertőzés pillanatok alatt elterjedjen. Most hogy tudsz ez ellen védekezni ilyen feltételek mellett? Puff, antibiotikum, antibiotikum, antibiotikum. És akkor szerinted az a jövő, amiben te belefogtál kutatásba, ez a sejttenyészet? Én ezt néztem, hogy részben, hogy miről szól, hogy csináljátok, de elmondod, de mindentől elment a kedvem, amikor ezeket olvasom, megnézem. Tehát a sejttenyésztett húst olvasása igen, közben igen, igen, a már elment a kedvem. Hát. Az evéstől is. Na, hát most de akkor nekem ilyet, az a feladatom, hogy meggyőzzelek téged arról, hogy a világot, a világot győzd meg, hogy ez a jövő, hogy kevesebb húst tegyünk, és a sejttenyészet jön. A sejttenyészet hús jön. 2011-ben alapítottunk egy céget, Modern Nedo a neve, ahol úgy gondoltuk, hogy azt, amit az organovonál tanultunk, tehát hogy kell leprintelni élő szöveteket, azt majd hasznosítjuk olyan
területen, hogy hús, tehát izomszövet, és a bőr, most táskabőrre tessék gondolni, ahol... Nem az emberi bőr. Nem az emberi bőr, hanem a bőrszövetnek egy részét, ezt kollagénnek hívják, ez egy protein, ami tulajdonképpen a bőr, a táskabőrnek az alapanyaga. És akkor hát elindult ez a két irányba, indult el a cég. Ja, mondjuk azt hozzáteszem, hogy a 2000-es évek elején Sergey Brin, aki a Google-nak az egyik megalapítója, egy hollandusnak a kezében nyomott közel $1 millió, és azt mondta neki, hogy ide figyelj, mutasd meg, hogy sejtenyésztett húst lehet csinálni. Ezt a hollandust Mark Postnak hívják, az ő nevéhez fűződik az első hamburger, amit így megcsinált, 2013-ban bemutatta Londonba. Ez volt a $700,000 hamburger? Ez volt a 350 000, 700, mert kettőt csináltak, így volt a 700 ezer. Az én szívfájdalmam az, hogy én 2011-ben ettem ilyen húst, egy TED-nek konferenciának a... Azt láttam ezt a konferenciát, és bekaptad. A színpadán, de ez valahogy úgy el tűnt. Na de nem olyan nagyon jó ízjenetted, azt láttam, hát, tehát megkóstoltam. Megkóstoltam, hát akkor még azt sem tudtam, hogy életben maradok-e, vagy sem. És milyen íze volt? Semmilyen, mert nem volt megízesítve, tehát ott azért ez csak izomsejteknek a halmaza volt. Megsóztam, megborsoztam, tehát úgy ehető volt, de hát nyilvánvalóan nem volt meg a textúrája, nem volt meg az, ami kijön egy izomszövetből, amikor megsütöd. Úgyhogy ez beindult, és aztán mindegy a történelmi hűség kedvéért, ugye ezt el kell mondani, hogy a Modern Nedo ezt feladta, tehát a húskészítést feladta, ez volt az első cég, amely komercializálta ezt a tevékenységet, feladta, mert nem tudtuk gazdaságosan megcsinálni. Hát én akkor is tudósnak éreztem magam, és őszintén szólva akkor nem érdekelt engem. Már most, ha meg tudjuk mutatni, hogy ezt így meg lehet csinálni, akkor én nagyon boldog vagyok. De hát a biznisz része a dolognak azért az nem ment, tehát akkor már volt 50 ember a cégnél, és akkor el kellett dönteni, hogy most mit csinálunk. Hogyha gazdaságosak akarunk lenni, akkor sajnos ezt le kellett adni. Modern Nedo ma egy happy camper, ahogy mondják, bőrt, táskabőrt csinál, meg egyéb dolgokat, és egy nagyon jól menő cég. De hát nekem ez szívfájdalmam volt mindig, hogy a fene egye meg 2014-ben ezt fel kellett adni, és akkor elkezdtünk töprengeni, hogy hogy lehetne ezt gazdaságosan megcsinálni. Akkor jött elő az, hogy most hát itt nem csak a tudományról van szó, hát hiába vagyok én egy brilliáns tudós, hogyha senki nem fogja tudni megvenni, mert ez olyan drága, akkor elmehetek kukutyimba zabot hegyezni. És 2018-ra jutottunk el oda, hogy akkor már úgy éreztük, hogy most már találtunk egy olyan megoldást, amivel ezt gazdaságosan elő tudjuk állítani. Igen ám, de addigra már 63 cég volt a világban, amelyek ezzel a témával foglalkoztak. Ez most a második cég, hogy megelőznek téged. Tehát két kezdeményezés, a printelés meg ez, hát és szaporodnak. Hát a printelésen nem előztek meg, mert 2007-ben az organó volt. Igen, az igen, első. De utána jöttek hát egymás után. Tehát úttörő voltál, igen. Az úttörő, de a Modern Nedo is a maga területén úttörő volt, de inkább fordítsuk ezt a pozitív oldalára, mert igazad van, tehát megelőztek, hát nem előztek meg, mert a Modern Nedo volt ebből a szempontból az első, jó, fel kellett adni. De nagyon sokat tanultunk azzal, hogy feladtuk, mert tudtuk, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, és mi az, hogy nem szabad ezt a dolgot csinálni. Mindegy. A 63 céget azért említettem, ma egyébként már több mint 100 van, mert azért ez valamit jelent. Tehát ezek a cégek léteznek, funkcionálnak, jó, egy csomó el fog hullani. Hozzá, gondolom. Hát a befektetők embertelen pénzeket raknak. Tehát ebben óriási vagyont remélnek, persze, nyerességet. Vannak a befektetők között értelmes emberek, és vannak a befektetők között nem értelmes emberek. Úgyhogy azért ezt sem kell túlihegni, de hogy ebből valami lesz, az hétszentség. Na most, hogy az, hogy te vagy a gipsziakab, vagy akárki azt mondja, hogy hát én ettől még a gondolatától is undorodom, hát szívem joga, igen, de ha 10-20%-kal csökken a húsfogyasztás, akkor valamit tettetek a jövőért, hogy így van, így hogy van. Lesz mit vannak, tenni. Akik azt mondják, hogy igazából az emberiségnek nincs választási lehetősége. Mert amilyen tempóban mi tönkretesszük ezt a földet, hát vagy elpusztulunk, amire azért van szansz, vagy pedig valami merőben más hozzáállás kell ehhez. És akkor ez a hozzáállásba beletartozik az is,
hogy a húst is többek között másképp fogjuk csinálni. A befektetők azért ebben azt látják, hogy ez egy $2 trillió piac. Tehát itt eszméletlen pénzek vannak, rengeteg játékost elbír ez a terület, úgyhogy ők azért innen is jönnek. Mi az, amiről még nem beszéltünk a te tudományod kapcsán, mert utána szeretnék rólad is beszélni egy kicsit, mert hogy Forgács Gábort is bemutassuk, hogy hát honnan csöppent a tudomány világába. Csak a tudományt le akarom zárni. Érintettünk minden. Ez egy számomra nagyon kellemes és szinte szentimentálisan tekintek vissza az elmúlt 15 évre, a 15 év az, hát pontosabban amikor én a Missouriba kerültem 2000-es évek elején, onnantól kezdve szinte minden bejött a tudományban. És hogy ennek van egy olyan kifutása, hogy cégek jöttek létre, amiről én álmodni sem mertem volna, ez egy olyan jó érzés, hogy azt látom, hogy amiről én azt gondoltam, hogy pupu, csúnya, biznisz, nem érintjük, zseniális emberekkel hozott a sors össze. És akkor megadatott nekem az, hogy amiről mi ott az egyetemen beszélgettünk, kutattuk, tanulmányoztuk, egyszer csak sikerült áttranszplantálni a piacba, ami nagyon ritka. Tehát igen. Aki egyetemre megy, az azért megy oda, mert én egy elefántoronyba akarok lenni, a tiszta tudományt akarom művelni, hát ez sajnos ma már egyre kevésbé van így, és akkor nekem megadatott ez. Tehát a fiad elégedett veled most? Vagy én vagyok elégedett a fiammal. Mind a három céget. De ő inspirált, hogy valamit üzletel. Ő kezdte. Ő az ördög ebből a szempontból, de azt hiszem, hogy hát és ez a másik, hogy micsoda érzés az, hogy én a fiammal három céget hoztam létre. És a második cégnek ő volt a CEO-ja, vezérigazgatója hosszú éveken keresztül. Hát ez nehéz elmondani, hogy ez milyen jó érzés. Na, hát ez van. Ez van. Tehát ez így hogy kerültél New Yorkba? Azt tudom, hogy bejártátok a család révén a fél vagy a negyed világot, mert hogy diplomaták, külügyesek voltak a szüleid. Édesapám külügyes volt. Hát én nem jártam be annyira a félvilágot. Persze voltam itt és ott, főleg addig, amíg nem kerültem iskolába. De amikor iskolás lettem, akkor többször voltam kollégiumban, ott a külügyminisztériumnak volt egy kollégium csodálatos helyen, fent a Bért utcában, Gellért-hegyen, úgyhogy én ott eltöltöttem. De miért kellett kollégiumba menned? Hát a szüleid is budapestiek, nem? Hát jó, de amikor ők külföldön voltak, én nem mentem velük. Mert akkor azért voltak ők te olyan nem helyeken. Akartál menni, vagy nem mehettél? Hát, igazából azt hiszem, hogy engem akkor olyan nagyon nem kérdeztek. Tehát voltak olyan helyek, ahova elmehettem, ami könnyű volt, mert tudtam tanulni. Így például Lengyelországban, ahol az ottani, akkor még szovjet nagykövetség mellett működött egy iskola, fantasztikus volt egyébként, és ott jártam két évet ott jártam, tehát megtanultam anyanyelvi szinten oroszul, de nem azért beszélek oroszul, mert 12 évig itt tanultam Magyarországon, mert akkor valószínűleg nem beszélnék. És egyszerűen egy olyan útravalót kaptam abba az iskolába, ez az igazság, tehát az egy valószínűleg kirakat iskola volt. Diplomata szülők gyerekeinek, hát, igen, nem csak diplomaták, de külföldön dolgozó más ajkúak. Hát főleg a szocialista országokból. Hadd kérdezek azért valamit, hogy akkor ezek szerint a szüleid tovább mentek, te kollégista lettél, neked is van gyereked, hogy a szülők ilyen vagy könnyen, vagy nem könnyen, de le tudtak mondani a gyerekről, és nem te vagy az első, akiről ezt hallom, hogy a külügyi szolgálat, meg a szocializmus építése, meg nem tudom milyen ideológiák mentén, azt mondták, jó, a gyerek marad, egy-két évig nem nagyon látjuk őt, de hát ez az élet. Hát nézd, hogy ezt az én szüleim hogy érték meg, azt mondjuk én nem tudom, de hogy nem voltak boldogak ezzel, az biztos. Na most azt hiszem, hogy olyan nagyon választási lehetőségük sem volt, mint ahogy azt hiszem, hogy hát vagy lemondanak a karrierről. Hát vagy lemondanak a karrierről. Édesapám, mikor bekerült a külügyminisztériumba,
az azért az 50-es éveknek az eleje volt, mindig reszketve jött vissza egy futárútról, hogy most a fekete autó a repülőtéren hova fogja vinni. Nem volt azoknak az embereknek könnyű életük. Nagyon nehéz volt, igen. És az, hogy ő egy zseniális ember volt, tökéletesen beszélt franciául, ami azért az 50-es évek elején Magyarországon, bevallom őszintén, tehát ő kommunistának vallotta magát, legalábbis egy ideig biztos, de őt ezért jól össze is verték, tehát ő nem az a, én vagyok a kommunista, mert az most jobb, hogyha az vagyok, című játékot játszotta, tehát ő azért keményen megszenvedett ezzel, de hát viszont mozgalmi ember volt, és ráadásul egy művelt ember volt, tehát a külügyminisztériumban, amikor bekerült, és nem emlékszem, azt mondom, hogy 50-ben vagy 49-ben, hát egyedül ő tudott franciául. És nagyon tudott franciául. És mennyi ideig voltál úgy kollégiumban, hogy ők külföldön voltak? Hónapok vagy évek? Fél év így, fél év volt. Aztán amikor középiskolás lettem, akkor éppen akkor ők Albániában voltak. Na most Albániában, nyilván most mit csinálok én ott Albániában, ez ráadásul az a bizonyos ember, hogy csak korszak volt, ami hát ott nem volt jó ázsiója se Magyarországnak, se senkinek, talán Kínának akkor. Hát most én mit csinálok ott? Tehát én akkor egy középiskolás kollégiumban voltam, aminek semmi köze nem volt egyébként a külügyminisztériumhoz. És senki nem hiányzott az édesanyját, hát persze, az édesapját? Hát persze, hiányzott, de ugyanakkor, érted, önállóvá is tesz. Tehát valószínűleg ez azért hozzájárult ahhoz, hogy egyszer csak felkerekedtünk és elmentünk Amerikába. Tehát az a vállalkozó kedv, akár ezért, akár azért, nem biztos, hogy a választott dolog volt az életemben, de hát az élet így alakult, úgyhogy ebben nem... És könnyen mentél el Amerikába, vagy úgy gondoltad, hogy azért az egyik lábad mindig itt marad? Egyik lábam mindig itt marad. És ez most is így van. Voltak olyan gondolataim, hogy visszaköltözöm. És hát főleg, amikor a változások bekövetkeztek, akkor irigykedtem is, hogy ott vannak a barátaim, akik most olyan lehetőségek nyílnak meg az emberek előtt, ami nekem soha nem volt részemnek. Akkor már kint voltunk természetesen Amerikában, gyerekek nőnek fel, iskolába mennek, stb. Akkor nem jöhetett ez össze. De aztán az gyerekek elmennek az egyetemre, és akkor mi már le vagyunk tojva, tehát Amerikában elmész az egyetemre, akkor te definíció szerint önállóvá válsz. És akkor megint elkezdtem gondolkozni, és meg is környékeztek, hogy jöjjek vissza a biofizikai intézetnek, legyek az igazgatója. Hát mondom, nagyon kecsegtető volt, és persze mindenkiben ott volt az elána, a lelkesedés, hogy most végre sok-sok száz év után valami újat fogunk tudni csinálni. Hát, úgyhogy ez is elmúlt. Mit mondott a feleséged? Hogy mit csináljátok? Hát azt mondta, hogy hülye vagyok. Hülye vagyok, de ez azért hozzájárul az, hogy ő orvos, hát és a legjobbak között végzett. De itt végzett Magyarországon. Itt végzett Magyarországon, amíg engem meg nem ismert, mindig jeles, kitűnő tanuló volt, aztán de én elrontottam. Elrontottad? A szerelem elvitte. De ennek ellenére, mivel ő nem volt egy mozgalmi ember, amikor elvégezte az egyetemet, akkor ő volt az, aki nem kapott állást. És aztán nagy nehezen vérállátóba került, na, hogy egy gyerekorvos, szóval úgy utálta minden napját, amikor oda bement, hogy azt nem tudom neked elmondani. És fájt neki, hogy azok, akik nem voltak olyan jók, mint ő, te viszont ismerték ezt, vagy azt, vagy éppen beléptek a pártba, azoknak lett állása. És amikor kimentünk Amerikába, ugye a diplomáját azt elismerték, de hiába volt neki már gyerekorvosi szakvizsgája, azt viszont nem ismerték el. Újra kellett vizsgázni, újra kellett végigcsinálni a cserétkönyvesi orvosi periódust. Én ott maradtam a két gyerekkel valahol, ő elment máshová, mert ott, ahol voltunk, ott nem volt orvostudományi egyetem, és végigcsinálta, végigszenvedte, heti 100-120 órákat kellett dolgozni, és utána elindított egy saját praxist, amit fantasztikusan csinált, soha nem gondoltam volna, hogy ő, mint üzletasszony,
és imádta, amit csinált. Tehát megadatott neki az, hogy az orvostudományt ő úgy gyakorolja, ahogy ezt ő mindig elképzelte, de soha nem volt korábban lehetősége. De milyen idióta dolog az, hogy azt tudom, hogy voltatok Franciaországban, ahol viszont nem fogadták el az ő orvosi diplomáját. Hát elvileg az orvostudomány minden országban ugyanaz, pici különbséggel. Tehát ez egyfajta felsőbbrendű érzés, hogy azt mondják a franciák, hogy te itt nálunk nem lehetsz orvos? Egy amerikai és egy magyar honosítással? Franciaországban a szabályok nem léteznek. De hát a szabályokat mi hozzuk, tehát emberek. Hát ők hozzák. Átláthatatlanok, hogy lehet egy külföldön végzett orvos, végül is Franciaországban orvos. Ha ott maradtunk volna, előbb-utóbb orvos lett volna. De azt a kanosszát végigjárni, ami ahhoz kellett volna, hát azt nem is akartuk, de egyébként ez nem is merülhetett fel, mert én 2 évig a francia atomenergiaügynökségnél dolgoztam, és noha nagyon jól bedolgoztam oda magam, és volt egy pillanat, amikor nagyon szerettünk volna ott maradni, de hát az volt 1900, még nem volt 89, úgyhogy na, takarodj. Az, hogy szocialista ország, az nem? Te még kommunista vagy. Nem a közvetlen főnökei miatt, hanem a legfelsőbb vezetés úgy gondolta, hogy ide még magyar nem jöhet. Arról nem beszélő, hogy 90-ben már egy kollégám végleges állást kapott ott, ahova engem nem vettek fel véglegesítettek. Azért te is kaptál egy-két pofont az élettől. Persze, hát ha nem is olyan nagyok, de abban a pillanatban azért ezek fájdalmasak. Hát ezek fájdalmas dolgok, de hát hogy utólag azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen köszönöm a pofont, mert így mind a feleségem, mind én megélhettünk valamit, csinálhattunk valamit, amit valószínűleg Franciaországban nem tudtunk volna megcsinálni. És meddig fogsz dolgozni, tudod ezt, hogy a feleséged meddig praktizál? Hát a feleségem abba hagyta. Miért? Mert hát ennek több oka van. Ugye 2014-ben költöztünk le New Yorkba. És ő akkor, ugye ő egy Potsdam nevű egyetemi városkában, Észak-New Yorkban praktizált. Azt hittem Németország, ott van Potsdam. Mert az egy kicsit messze lett volna. Ez egy New York a kanadai melletti határtól 40 kilométer lévő kis egyetemi városka. Én ott kezdtem a karrieremet, az amerikai karrieremet, és mondom, egy fantasztikusan jól menő gyermekorvosi praxisa volt, de ő egy maszekorvos volt, ő nem tartozott a kórházhoz. Hát persze, ha valami kellett gyermekorvosi szinten, akkor berángatták, de úgymond akkreditált volt a kórházhoz, de az a kórháznak nem voltak saját alkalmazottai. És ez megváltozott. Tehát 91-ben kezdte a saját praxisát, 2014-re oda jutott az amerikai orvostudomány, hogy ilyen mamut egészségügyi központok jöttek létre, a kórházak mindent felvállaltak, mindenkit megvettek, és ő nem akart ebbe belépni, mert akkor azt mondta, hogy ha én most a kórháznak leszek az alkalmazottja, akkor ők fogják megmondani, hogy én hány percet tölthetek a pacienssel, hányat láthatok egy nap. Ezt így én nem akarok medicinát. És Amerikában nem működik, mint Magyarországon, hogy nem tudom, a kis otthonomban berendezek egy orvosi rendelőt, és akkor ott magán, nem? Nem, mert a biztosítók nem fognak fizetni. Tehát olyan szigorú feltételek vannak, hogy ez nem igaz. Tehát rendelőd lehet, azért nem azt mondom, hogy nincs ma maszekorvos Amerikában, mert van, de ez egy kihalóban lévő állatfaj. Hát akkor Magyarországon kellene ezt csinálni, mert itt viszont a jó gyerekorvos nagyon keresik. Nagy szükség van rá. Csomó hát praxis van üresen. És te hogy tervezed? Mindig eljátszom a gondolata. Hát dolgozol. Én valami ilyesmit csinálok, amit én nem azért csinálom, mert kenyérkereseti forrás, vagy mert muszáj csinálom bármilyen mások miatt, hanem azért csinálom, mert ez az enyém, ezt én hoztam létre, egy olyan tudományos kihívás és üzleti kihívás, ami viszi az embert előre. Fiatalokkal dolgozom együtt, tehát ebbe a harmadik székbe, Fork and Good, most már itt is 20-an vagyunk. Hát messze én vagyok a legidősebb, nyilvánvalóan, és azért fiatalokkal együtt dolgozni mindig jó. A fiad az amerikai vagy magyar? Milyen értelemben? Hát amerikai állampolgárság és magyar állampolgárság. Nem az állampolgársága, lelkülete milyen? Hát
talán azt mondanám, hogy inkább amerikai, mert ő az iskoláit is ott végezte. Tehát általános iskolában járt Magyarországon két osztályt, elsőt, másodikat. Beszél magyarul, jó, hát a szókincs ennek megfelelő, de ő az általános iskolát, a középiskolát, az egyetemet, a professzionális képzését mind Amerikába csinálta. És azt hiszem, hogy ott változik az ember. Tehát mi nem a feleségemmel. Tehát mi soha nem fogjuk teljesen amerikainak érezni magunkat. De talán Magyarországon tudnál úgy dolgozni, mint Amerikában? Tehát azt mondják, hogy most már az internet segítségével bárhol ülsz a világban. Jó, de hát mi laborban vagyunk, tehát sejtenyésztünk. Ez olyan labor infrastruktúrát igényel. Itt nincs nálunk ilyen? Hát sejtenyészet hús, az biztos, hogy nincs. Talán műszakilag berendezések szempontjából még el is tudom képzelni, hogy van, mert vannak olyan kutatási csoportok, fantasztikus infrastruktúrával léteznek és dolgoznak. De hát a befektetői Az nincs, az hiányzik. Még arról szívesen ejtenék szót, hogy azt tudom, hogy mióta itt vagy éjjel-nappal színházba, koncertre, tehát nagy kanállal falod a magyar kultúrát, ez olyan nagyon vonz téged? Az nagyon vonz, mert hiába élünk Amerikába idestova közel 30 éve, ha én elmegyek és meghallgatok egy előadást angolul, az akkor sem fogom annyira élvezni, mint hogyha azt magyarul hallom. Jó, mi többször vagyunk évente Magyarországon, a Covid idő alatt is többször voltunk, tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyelvi képességünk az megmaradjon. Barátainknak a nagy zöme az itt van Magyarországon. Ez is az, hogy ha az iskoláidat ott végzed, akkor a barátaid is ott lesznek. De, és te még az egyetemet is itt végezted. De hát végezted. Az egyetemet is itt végeztük, igen, sőt, tehát a karrierünket itt kezdtük, és hát azt szipeljük magunkkal, jó néhányan elmentek, ugyanúgy, mint mi, de azért vannak, akik itt maradtak, család is, és hát nekem a testvérem, feleségemnek a testvére itt él, úgyhogy sok szál köt az országhoz, és hát mondom, ha elmész egy Víg Színházba, vagy bárhova, és végighallgatsz egy előadást magyarul, azt nem pótolja semmi ott kint. Meddig maradsz most? Mi szakmai programod nincs itt? Hát volt. Pécset volt egy konferencia, arra meg voltam hívva, talán ez volt az egyik alibi, hogy most jöjjünk, de ugye ma van szombat, hétfőn összepakolunk, és megyünk. Ja, akkor az utolsó pillanat, hogy még itt töltöd velem. Nagyon szépen köszönöm dr. Forgács Gábornak, jó utat New Yorkba, és kívánom, hogy minden álmod és kutatásod megvalósuljon. Köszönöm szépen a beszélgetést, a meghívást, és hát én is minden jót kívánok a Klubrádióban. Köszönjük szépen.